Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves látogatók! Ilyen sajátos körülmények között fogom most bemutatni az idén tavasszal végre befejeződött 4 kötetes Magyarország hadtörténete című vállalkozásnak a köteteit, illetve kicsit az előzményeit is. Ugye a magyar történelmnek a kronológiája az alapvetően egy hadtörténeti jellegű kronológia. Az első európai megjelenésünk az is egy harci cselekményhez, a honfoglaláshoz kötődik. És mint a legtöbb európai állam története, Magyarországnak, illetve a magyar nemzetnek a története is háborúk és hadjáratok sorozataként is írható le. A hadtörténetírás, mint önálló történeti disziplina a 19. század végén született meg Magyarországon, és meglehetősen nagy népszerűségnek örvendett, amit mutatott az is, hogy 1888-tól már önálló folyóirata is volt Magyarországon, a hadtörténeti közlemények. Ez egyébként a második legrégibb magyar történettudományi, illetve társadalomtudományi azonos címen megjelenő folyóirat. Voltak ugyan közben szünetek, de alapvetően máig is megjelenik, ugye most már több mint a 130. év folyamánál tart. Az első magyar hadtörténeti összefoglaló, rendszeres összefoglaló, Rónai Horváth Jenőnek, a kiváló magyar hadtörténésznek a tollából 1895-ben, illetve 97-ben a hadtörténeti közleményeknek az önálló mellékleteként látott napvilágot. Nagyon érdekes, hogy a két fél kötet, ugye az egyik az 1526-ig, a másik pedig ugye 1526-ig tartott, illetve 1526-tal kezdődött. A két fél kötetnek a terjedelme az akkora volt, mint egy-egy ilyen bekötött évfolyamé. Ez olyan rossz hatással volt magára a folyóiratra, hogy utána közel másfél évtizedre meg is szűnt. A következő és talán a legnagyobb vállalkozás az Breit, 1931-ig viselte ezt a nevet, Breit József, később Doberdói Bálaki József altábor nagy nevéhez fűződik. Ez összesen 22 kötetben tárgyalta Magyarország hadtörténetét, a honfoglalástól egészen Ferenc József háborúinak a végéig. Az első világháború az már nem került bele, érthető módon. Ugye Breitnek, illetve Bálaki Breitnek volt egy gentleman's agreementje a hadtörténeti levéltár munkatársaival, hogy miután ők azok, akik feldolgozzák az első világháború történetét, ezért ő nem fog ebbe különösebben belefolyni. 22, illetve 24 kötetről van szó, azért 24 kötetről, mert a 48-49-es szabadságharcnak a története az egy kötetnek számított, de háromban írta meg. Ez 1929 és 42 között jelent meg. A terjedelme a köteteknek meglehetősen hullámzó volt. Volt köztük olyan, főleg a kezdeti, tehát a honfoglaláskor, az Árpád-kori kötetek, amelyek ilyen 150 oldalakat számláltak, de például a Rákóczi szabadsághoz bemutatása az önmagában több mint 600 oldal volt, és hát hogyha a 48-at ide vesszük, akkor ott pedig egy ilyen 700-800 oldal jön ki. Ez egyébként már könyvészeti ritkaságnak számít, tehát akár az egyes kötetek is nagyon nehezen beszerezhetők. Tudomásom szerint egyébként ez a valaha volt legnagyobb terjedelmű modern magyar történeti összefoglaló, tehát a köztörténeti, politika történeti összefoglalók között sincs egyetlen ekkora terjedelmű sem. A két világháború közötti időszaknak volt még egy reprezentatív vállalkozása, ez annyira népszerű volt, hogy mindjárt két címen is kiadták, a Magyar Katona Vitézségének 1000 éve, illetve a Magyar Katona Vitézségünk 1000 éve címmel 1933-ban. Ennek az összeterjedelme is hát alulról nyaldosta az 1000 oldalt. Az első világháború végéig tárgyalta a hadi eseményeket, és nagyon érdekes, hogy nem csak a magyarországi, illetve a magyar nemzettel kapcsolatos hadi eseményeket, hanem például volt egy fejezete a Magyar Kard idegen érdekek szolgálatában, vagy idegen nemzetek szolgálatában címmel, amely a magyar katonai emigrációkat, illetve általában a külföldi magyar szerepvállalásokat mutatta be. Ebben az időszakban írt egykötetes magyar hadtörténetet a neves középkor kutató Erdélyi Gyula 1942-ben. Ez 44-ig hat kiadást ért meg, ami óriási könyvsikernek számít, illetve a Nemzetnevelők könyvtára sorozatban Markó Árpád, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Rákóczi Szabadságharc kiváló kutatója, szintén 43-ban írt egy ilyen egykötetes népszerű összefoglalót, ezek nagyjából 300 oldalnyi terjedelmiek voltak. 1945 után 4 évtizeden keresztül nem jelent meg új hadtörténeti szintézis. Már a 60-as években tervezték egy ilyennek a megjelentetését. Ez rengeteg kötet lett volna, tehát ilyen 8 és 10 közötti kötetszámot terveztek. Végül is 84-85-ben látott napvilágot.
Liptai Ervin tábornoknak, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum akkori parancsnokának a főszerkesztésében, az irányításával. Ugye Boruss József hadtörténész szerkesztette az első kötetet, amely 1849-ig, illetve 1867-ig tárgyalta a Magyarországgal és a Habsburg monarchiával kapcsolatos hadi eseményeket. A második lényegében 1867-tel induló kötetet, az pedig Tóth Sándor ezredes, a Hadtörténeti Intézet akkori igazgatója szerkesztette. A két kötetnek az összterjedelme az meghaladta az 1300 oldalt. A szerzők többsége a Hadtörténeti Intézet és múzeum kutatói közül került ki. Tegyük hozzá, hogy a kötetek belső terjedelmi arányai nagyon hát felborultak. Ugye az Árpád korral nagyjából akkora fejezet foglalkozott terjedelmét tekintve, mint mondjuk a 1919. évi tanácsköztársasággal, vagy a magyar antifasiszták létező és nem létező harcaival 1933 és 45 között. Ha a tartalmát nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az első kötetnek a szövegei azok máig is többé-kevésbé megállják a helyüket, természetesen a kutatás sok helyen túllépett rajtuk. A második kötet jelentős része viszont abszolút újraírásra szorult, ugye különböző politikai szempontok is belejátszottak ebbe a dologba. Ebben a vállalkozásban ugye 1956-ig ellenforradalom volt. A rendszerváltást követően a Rubikon kiadó jelentette meg az újabb nagy összefoglalót Nagy képes millenniumi hadtörténet címmel 2000-ben. Ez 440 nagyon szépen illusztrált színes oldalon mutatta be Magyarország hadtörténetét, több mint 60 szerző munkája volt. Eleddig két kiadást ért meg, és hát ugye 1947-ig tárgyalta a magyar hadtörténetet. 2013-ban pedig a magyar EU elnökség kapcsán arról egy kicsit lecsúszva jelent meg a kis magyar hadtörténet, amelynek egyben megjelent az angol nyelvű változata, az Illustrated Military History of Hungary is. Ezt jó magam volt szerencsém szerkeszteni. Lényeg az, hogy közel 30 évvel az előző, ugye, ha úgy tetszik, hivatalos tudományos igényű szintézis után joggal vetődött fel az igény egy új, legalább a két kötetesével azonos terjedelmű összefoglalónak a megírására, és hát ugye 2012-ben kezdődtek meg az ezzel kapcsolatos előkészületek. A kötetek periodizálásánál a magyar állam területi állományának maradandó változásait vettük alapul. Az első kötet ugye a hagyományos beosztásban 1526-ig, a Monácsi vészig, a középkori magyar állam összeomlásáig mutatta be az eseményeket. A második kötetnél volt talán a legnagyobb a váltás. Ugye a korábbi összefoglalók vagy az 1697-ben véget érő, illetve 99-ben a karlócai békével véget érő török háborúval, vagy pedig a Rákóczi szabadságharc leverésével, ugye a szatmári békével és a majtényi zászló letétellel szokták befejezni az események tárgyalását. Mi úgy döntöttünk, hogy 1718-al a pozsereváci békével, tehát a történeti, a mátyási Magyarország teljes területének a felszabadításával fejezzük be, hiszen ez volt az a jelentős területi változás, ami aztán utána hát közel két évszázadra meghatározta a Habsburg-monarchia és benne Magyarország történetét. A harmadik kötet ugye 1718-al indul, és 1919-el, illetve 20-szal, tehát ott a történeti Magyarország összeomlásával és a trianoni békével ér véget. A negyedik kötet az pedig 1919-el indul, és a tervek szerint 2010-ig tartott volna, de hát gyakorlatilag abszolút up-to-date volt, tehát 2016-17-tel fejeződött be az eseményeknek az elmondása. Nagyon fontosnak tartottuk szerkesztők és szerzők egyaránt, hogy mind a régi osztályharcos, mind pedig a rendi függetlenségi hagyománnyal szakítsunk, tehát a magyar történelmet a maga totalitásában, magyar hadtörténelmet a maga totalitásában próbáljuk meg bemutatni. Azaz mondjuk a Dózsa parasztfelkelésnek kapjon nagyon terjedelmet, mint Zsigmond királynak a védelmi vonallal kapcsolatos intézkedései, vagy az Anzsukornak a hadtörténete. És mondjuk a Rákóczi szabadságharc az nem újja felül terjedelmét és jelentőségét tekintve az oszmán ellenes védelmi háborúkat, vagy a török kiűzésével kapcsolatos felszabadító hadjáratokat. És még egy dolgot tartottunk nagyon fontosnak, hogy a magyar hadtörténelem nem szakad meg 1711-ben a kurucok majtényi zászlót letételével,
illetve 1849-ben ugye a görgei csapatainak a szőlősi fegyverletételével, vagy Klapka-Komáromi kapitulációjával, hiszen magyar katonák 1711 után, illetve 1849 után is szolgáltak, illetve harcoltak a császári királyi hadseregben, ontották a vérüket különböző hadszíntereken, és az ő tevékenységük az ugyanúgy része a magyar hadtörténelemnek, mint mondjuk Vagbottyán, vagy Damjanich János, vagy József Bem tábornoknak, illetve a kurucoknak, illetve a honvédeknek a működése. Megpróbáltuk helyreállítani az egészséges arányokat. Ugye a magyar hadtörténelem a 16. század kezdetéig alapvetően egy sikertörténet volt. Az ország sikeresen megvédte a maga szuverenitását, mind a német-római császársággal, mind Bizánccal, mind pedig ugye egészen Mohácsig az oszmán birodalommal szemben. És hát, mint említettem, fontosnak tartottuk, hogy a hadtörténelem egészét mutassuk be, tehát például 56 is kapja meg a maga megfelelő tárgyalását. Az ütemezés az némileg eltért a hagyományostól, ugye más vállalkozásoknál először az első, aztán a második, aztán a harmadik, végül a negyedik kötet jelenik meg, ugye a két kötet az végül is négy kötetre húzott, vagy hízott. Először a harmadik kötet jelent meg 2015-ben, aztán az első 2017-ben, aztán 2018-ban a honvédségnek a 170. évfordulójára a negyedik kötet, és végül 2020-ban az idén látott napvilágot a második kötet. Itt nem mutatnám a tisztelt közönséget a különböző rendkívül pikáns belső részletekkel, de volt olyan kötet, ahol szinte teljes szerzői gábdát kellett cserélni, és volt olyan, ahol mondjuk a szerkesztő mondta be időközben az unalmast, és hát ez mind-mind lassította a köteteknek a megjelenését, és itt kell, hogy köszönetet mondjak a Zrínyi kiadónak, illetve ügyvezető igazgatójának is, a Szegi János tábornok úrnak, aki jó bitürelemmel viselte ezt a rengeteg különböző módosítást, legyen szó akár a határidőkről, akár pedig a terjedelmekről. A szerzői gárdának mintegy a fele a Hadtörténeti Intézet és Múzeum volt és jelenlegi szakemberei közül került ki. Az egyes kötetek szerkesztői, ezúttal már számsorrendben, ugye az első középkori kötetnél Veszprémi László, a kora újkori második kötetnél Mészáros Kálmán, a harmadik újkori kötetnél jómagam Herman Róbert, a negyedik modernkori kötetnél pedig Horváth Miklós. Összesen 43 szerző van benne a kötetekben, pontosabban nem 43, hanem 40, mert volt három olyan szerző, aki két-két kötetben is írt. Az összterjedelem az 2229 oldal, tehát egy ilyen 2230, 900 oldallal nagyobb terjedelem ez, mint a kétkötetes 84-85-ben megjelent vállalkozás. Ugye a több kötetben is érdekelt szerzők közé tartozik B. Szabó János, Cigány István, illetve Reider Mónika, és nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy több nemzedékből verbúváljuk a szerzőket. Ilyen módon állt elő az a helyzet, hogy főleg a kultúrtörténeti, vagy ha úgy tetszik, segédtudományi jellegű fejezeteknél az előttem az utódom elve is érvényesült. Ugye a harmadik kötetben még Csíkotra György írt a zászlótörténeti fejezetet, a negyedikben már Reider Mónika, aki az ő utódja a zászlótörténeti gyűjtemény élén. A harmadik kötetben Makai Ágnes írta a kitüntetés történetet, a negyedikben Sallai Gergely. Ugye ott ők a kitüntetési gyűjteményt kezelték, illetve kezelik. Aztán a harmadik kötetben Ságvári György, a negyedikben pedig Baconi Tamás készítette az egyenruha történeti fejezeteket, és a fegyvertörténetnél ugye Lugosi József ezredes, Kedves Gyula ezredes, illetve Sós Péter őrnagy úr egyaránt benne voltak a szerzői gárdában. Az első kötet 472 oldal, 9 szerzővel, plusz Nagy Béla, akinek itt sajnos kis ennel írtam a nevét, amiért elnézést kérek, a Történettudományi Intézetből készítette a térképeket. Itt a hagyományos eseménytörténet mellett olyan fejezetek is szerepelnek, mint erőszak, hatalmaskodás, háború a középkorban, a Kárpát-medence földrajzi leírása, a Pannóniától a honfoglalási terjedő időszaknak a kárpát-medencei hadtörténete, várak, erődítettek, fegyvertörténet bemutatása, és hát hangsúlyozni szeretném, hogy rengeteg olyan dolog is szerepel ebben a kötetben, ami mondjuk a korábbi összefoglalóban nem, vagy nem abban a szellemben, vagy nem abban a terjedelemben. Manapság a honfoglalás lezárásaként sokat emlegetett 907. évi pozsonyi csata,
vagy ugye a 1526. évi mohácsi csata tárgyalásánál is, hát én erőben új szempontokat vetettek fel a szerzők. A második kötetnek szintén 7 szerzője volt, és itt is Nagy Béla készítette a térképeket, ahogy az egész vállalkozásban. Ebben is volt külön fejezet a várépítészetről, a fegyvertörténetről, a korszak hadtudományáról, a manapság annyit emlegetett 16. 17. századi hadügyi forradalomról, az irreguláris harcmodorról a magyarországi hadszíntéren, ugye az oszmán hódítás és a visszafoglalás történetéről, és hát ahogy hangsúlyoztam, nem Karlóca és nem Majtény, hanem Pozsarevác lett a határ a kronológia tekintetében. A harmadik kötet már 2 annyi szerzővel dolgozott, mint az előzők, ugye 15 szerző és Nagy Béla. Itt is volt fegyvertörténet, kitüntetéstörténet, zászlók, egyenruhák bemutatása, ami a korábbi vállalkozásokhoz képest egy jelentős változás, hogy jóval nagyobb tér jutott a 18. századi dinasztikus, illetve a 18-19. Századi francia háborúknak, illetve az osztrák-magyar monarchia hadtörténetének, azon belül az első világháborúnak, és ugyan én voltam a kötetnek a szerkesztője, de kellő szerénységgel és visszafogottsággal, azt hiszem 2-2,5 évben írtam meg összesen 48-49 történetét. Ennek a kötetnek félig meddig mozgó volt a végpontja, hiszen 19-el fejeződik be a magyarországi események elmondása, viszont a Szovjet-Oroszországban, illetve a Szovjetunióban harcoló magyar internacionalistákra vonatkozó fejezet miatt, itt ugye a 20-as évek elején fejeződik be az események elmondása. Végezetül a negyedik kötetnek szintén 15 szerzője volt, és Nagy Béla készítette a térképeket. Itt is volt fegyvertörténet, kitüntetéstörténet, zászló, egyenruhák. Külön tárgyalta egy fejezet a munkaszolgálat kérdését, a második világháborús hadifogság kérdését, az emberveszteséget, és hát ugye a kötetnek a végén a Magyar Honvédség 1990 utáni részint nemzetközi szövetségekben, vagy együttműködő partnerként végrehajtott nemzetközi szerepvállalásait, tehát a különböző missziókat, békefenntartás, béketeremtés és egyebek. Ugye a rendszerváltás óta ez az egyik legterjedelmesebb, új kutatási eredményeket tartalmazó tudományos összefoglaló a magyar történelem egészéről, merőben új térképanyaggal, és itt megint szeretném kiemelni Nagy Bélának a nevét, aki hihetetlen lelki ismeretességgel és precizitással készítette el a szerzői igényeknek megfelelő térképeket. És hát ugye megvan a folytatás lehetősége is, úgy vélem, hogy itt lenne az ideje mondjuk egy nagy magyar hadtörténeti kronológia megalkotásának, és talán jó lenne, hogyha, ahogy az osztrák kollégák már megcsinálták, születne egy nagy összefoglaló a magyar hadtörténetírás történetéről is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, kívánom, hogy minél többen vegyék meg és vegyék kezükbe ezeket a köteteket, lapozgassák őket, okuljanak belőle és gyönyörködjenek azokban a szép csataképekben, térképekben, fegyver és zászló és egyenruha ábrázolásokban, amelyek olyan szívet melengetően gyönyörűvé teszik ezeket a köteteket. Köszönöm szépen!